A gazdaságosabb működés mellett esztétikailag is megújulna a jubileumi és a Diana óvoda, amennyiben pozitív elbírálásban részesülne Sátoraljóújhely önkormányzatának benyújtandó pályázata. De a tervek között szerepel a Károly-falvai intézmény egység fejlesztése is. A képviselőtestület rendkívüli ülésen döntött arról, hogy amennyiben megjelenik a környezet és operatív program kiírása, benyújtja a dokumentumot. Támogatás esetén pedig 150 millió forint jutna a két vagy három épületen végrehajtandó energetikai fejlesztésre. Energetikai fejlesztésről van szó, komplett nyilázárócsere, külső homlokzatszigetelés és földémszigetelés. Ráadásul két intézmény esetében ez a Diana óvoda, illetve a Helyszínvirág óvoda, központi óvoda Dózsai utcán, mind a kettő lapos tetős, és itt a földém szigetelés egyben egy új tető szigetelést is jelentene, illetve a Károly-falvi óvoda került még a látóképbe, ahol ugye más technológiája az épület, de ugyanígy szigeteléses nyilázáró cserékkel mennünk tovább. A nyilázáró csere természetesen az először említett két épület esetében is megtörténne. A pályázat benyújtásának szükségességét indokolja, hogy az óvodáknak otthont adó épületek meglehetősen idősek, és állapotuk sem megfelelő már. A beruházás elsődleges célja a működési költségek csökkentése lenne. Nagyon bízunk benne, hogy meg is nyerjük ezt a pályázatot, hiszen nem csak esztétikailag újulna meg kívülről, hiszen ha most valaki megnézi az óvodáink épületét, hát mindent lehet mondani, csak szépnek és esztétikusnak, nem? Viszont itt nagyon fontos a gazdálkodás szempontjából, hogy takarékoskodjunk, hiszen ezekkel a régi nyílászárókkal, ezekkel a szigeteletlen falakkal tulajdonképpen kidobjuk a pénzt. Tehát én, mint intézményvezető, ugye két részről gondolkodom. Egyszer, hogy gazdálkodásilag ez nagyon jó lesz nekünk, a másik, hogy esztétikailag megszépülünk és megújulunk. A beruházás egy teljes körű homlokzat felújítással is járna. A felrakott nikecel az egy színezés borítást kap, és a nyílászáró cserékkel együtt egy teljesen megújult épületet fog látni. Persze, ez nem az a rekonstrukció, például a központi óvoda esetében, amelyet mi nagyon szeretnénk, és ilyen 250-300 millió forintot foglalna magába, hiszen önmagában ez a 150 millió forint a fele annak, amennyi csak oda kéne. A következő pénzügyi ciklusban viszont lesz lehetőség az intézményhálózatunk felújítására, így tehát azon munkákat, amelyek nem férnek bele ebbe a mostani programban, amennyiben nyer a pályázat, a későbbi pályázatok során tesszük majd hozzá. Sikeres pályázat esetén július közepén kezdődnének a beruházások, és szeptember végére le is zárulnának az intézmények energetikai korszerűsítésének munkálatai.